3800 fiatal sportoló Magyarországon, Miskolc és Debrecen rendezi meg az európai egyetemi játékokat. Két boros rendezvény az Avason, egyre népszerűbbek a gasztronómiai programok. Balatoni vitorlás verseny miskolciakkal, szép eredmény a fehér szalagon. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc ma, a Miskolc TV híradója 2024. július 15-én hétfőn. Már is jönnek a részletek. Miskolcon és Debrecenben rendezik meg idén a 7. európai egyetemi játékokat. A rangos esemény megnyitóját pénteken tartották, a sportesemény július 24-éig tart. Az európai egyetemekről több mint 3800 hallgató érkezett Magyarországra. A megnyitó ünnepségen elhangzott, az európai egyetemi játékok célja nem csak a lehető legjobb eredmények elérése, hanem a közösségépítés, a barátok és tapasztalatok szerzése is. Ezzel a rövid videóval mutatkozott be a Miskolci Egyetem az európai egyetemi játékok megnyitó estéjén pénteken. Idén Miskolc és Debrecen közösen rendezi meg a nemzetközi sporteseményt. A sport kulcs szerepet játszik az összetartozás és a közösség érzésének erősítésében. A sport értéket teremt, a játékok pedig lehetőséget nyújt arra, hogy Miskolc és Debrecen a sporton keresztül is megmutathassa értékeit. Az európai egyetemi játékokat két évente rendezik meg különböző európai országokban. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség elnöke hangsúlyozta, a programsorozat Magyarország egyik legnagyobb multisporteseménye. Számunkra kiemelten fontos, hogy folyamatosan aktív tagja legyünk, mind az európai, mind a nemzetközi egyetemi sportközösségnek, mely szervezete és annak alapító tagjai vagyunk. A versenyek 17 sportágban zajlanak. Miskolcon például a vízilabda, tenisz, kosár, dzsúdó összecsapásokat, Debrecenben pedig a kézilabda, asztali tenisz, foci és tollaslabda mérkőzéseket játsszák. Világító rudakkal és tapssal ünnepelték a szervezőket és a rendezvényt. Az Európai Egyetemi Sportszövetség elnöke megköszönte azoknak a munkáját, akik részt vettek az esemény megszervezésében. Gondolok azokra az önkéntesekre, akik az idejüket és az energiájukat beletették ebbe az eseménybe, és mindig nagy mosollyal fogadnak minket. Gondolok azokra a sportbírákra, akik biztosítják a tisztességes versenyeket, mondta az Európai Egyetemi Sportszövetség elnöke. Hajrá, egyetemi sport! Hajrá, egyetemisták! Mutassuk meg, mi a magyar virtus! Az európai egyetemi játékokon több mint 20 magyar felsőoktatási intézmény és több mint 550 hazai sportoló vesz részt. Összesen pedig 40 országból, csak nem 400 egyetemről, több mint 3800 hallgató érkezett Magyarországra. A kultúráért és innovációért felelős miniszter angolul köszöntötte a résztvevőket. Szeretnék köszönetet mondani és a hálámat kifejezni az európai egyetemi játékok szervezőinek és persze nektek is. Kívánok nektek sikeres részvételt, kiemelkedő eredményekkel és tapasztalatokkal, mondta Hankó Balázs. A sportolói és játékvezetői eskük letétele után az Európai Egyetemi Sportszövetség zászlójának felvonásával hivatalosan is megkezdődött az európai egyetemi játékok Miskolcon és Debrecenben. Csütörtökig meghosszabbította az országos tisztifőorvos az érvényben lévő legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet várhatóan legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. A következő napokban térségünkben jócskán 30 fok felett alakul a maximum hőmérséklet, és éjszaka is több mint 20 fok lesz. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, és aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon. Egyszerre két boros rendezvényt is elbír az Avas.
A hétvégén rendezték meg első alkalommal a nagyavasi pincenapokat, és emellett megtartották a hagyományos avasi kvaterkát is. Az óriási hőség miatt a legjobban ez alkalommal a fröccsök fogytak. Igazi frissítő volt a sok buborék a nagy melegben. Sötétedés után ismét megteltek a macskaköves utcák, és nem csak a pincék, de a gasztronómiai szolgáltatók is várták az érdeklődőket. Buborék, buborék és még több buborék. A hatalmas forróság megtette a hatását. Két boros rendezvényt is szerveztek a hétvégén az avason. Egészség. A nagyavasi pincenapokat első alkalommal szervezték meg. Hét pince kínálatát kóstolhatták meg a gasztrokalandorok. Miskolcra jöttünk mind a hárman, és fehér bort iszunk, fröccsözünk. A legtöbben ezen a forró szombati napon a fehér borok mellett döntöttek. Erre pedig már előre felkészültek a borászok. Kétféle száraz furminttal érkeztünk. Az egyik a 22-es furmintunk. Ő egy birtokfurmint, hoztunk magunkkal egy dűlős furmintot, egy száraz házlevelű habzót, egy fél édes furmintot, illetve egy száraz furmint házlevelű. És persze emellett sok-sok szódát. Tájáról érkeztünk, Tokajhegy aljáról, úgyhogy csak fehér borokkal tudunk szolgálni, és ebben a nagy melegben a száraz fehér borok, illetve a száraz fehér borokból készült fröccsök azok, amik a legjobban lehűsítik a kedélyeket. A nagyavasi pincenapokat nem csak a miskolciaknak szervezték. Egy jelentős eseményházigazdája a város, ezért a rácsoron működő pincék tulajdonosai úgy döntöttek, összefognak és megmutatják a külföldről érkezett vendégeknek a város szépségeit. Az apropó idén az, hogy van egy egyetemi sportesemény, egy európai sportesemény, aminek vannak csatlakozó programjai, és ez a rendezvény is az egyik csatlakozó programja. De a nagyavas mellett a mélyvölgyben is várták a borkedvelőket. Az avasi kvaterkához idén is számos pince és borászat csatlakozott. Itt is a buborék volt a hívó szó. Kétféle borral készültünk, van egy gyöngyözőnk, ugye az a száraz alapbor, amivel szénsavat nyeletünk el, zárt nyomásálló rendszeren keresztül. Ez egyik fajta, ez a legkönnyebb buborékos vonal, és van az úgynevezett őspezsgő vonal, ami ugyanabba a palacba kerül a fogyasztó elé, amiben elindul. Ez egy saját erjesztésű pezsgő tulajdonképpen, és ez a két belépő bor van, és utána persze a szokásos száraz fehérek, száraz rozé, esetleg schiller vagy a vörös. A macskaköves utcák estére teljesen megteltek, ami azt jelenti, hogy most már egyszerre két boros eseményt is elbír az avas. Autócsodák töltötték meg az egyik nagy miskolci bevásárlóközpont parkolóját. Vasárnap oldtimer kiállítást és szlalomversenyt rendeztek, több mint 60 különleges járművet lehetett megnézni. A szlalomversenyen pedig menet közben is megcsodálhatták őket az érdeklődők. A megméretetés célja ezúttal nem a gyorsaság, hanem az átlagtartás volt. 30, 40, 50 vagy akár 60 éves autókat is láthattak azok, akik vasárnap kilátogattak az egyik miskolci bevásárlóközpont parkolójába. Az autócsodák egymás mellett sorakoztak. Ez a Skoda Felicia például már 65 éves. Jelenlegi tulajdonosának köszönheti, hogy ilyen szép állapotban van. 4,5 éve vásároltam, és teljesen romos állapotban volt a kocsi. Hát igazából ki kellett heggeszteni, le kellett fényezni, felújítani minden alkatrészét, csavarra lett szedve. Sok kollégám, barátom segített a felújításba. Több mint 60 különleges járművet nézhettek meg az érdeklődők. A nagy forróság ellenére sokan érkeztek a rendezvényre. Mi oldtimer kedvelők vagyunk. Nagyon szeretjük a régi autókat. Szoktunk így kijárkálni, nosztalgia. A versenyre is jöttünk. Füstöltek a gumik, felbőgtek a motorok. A kiállítás ugyanis nem csak kiállítás volt, egy szlalomversenyt is végigizgulhattak a résztvevők. Következőképpen néz ki, hogy itt nem gyorsan kell menni, hanem például van az egyik klubtagunknak egy kis polszkia, az az idő, amit ő megy, a többieknek is annyi idő alatt kell teljesíteni, tehát nem a gyorsaságról szól, hanem az átlagtartásról. Ő lesz az etalon. A szlalomverseny mellett szépségversenyt is tartottak. A szakmai zsűri egy nagyon ritka, legendás autónak, egy Lancia Delta HF Integrálnak ítélte oda az elsőnek járó díjat.
Először indult professzionális hajóosztályban miskolci vitorlázókból álló legénység balatoni versenyen. A Deboti Racing csapata a szombati fehér szalag vitorlás versenyen katamarájukkal a 14. helyen értek célba 291 indulóból. A vitorlás sportnak úgy a balatoni, mint a nemzetközi élmezőnyében először indultak versenyen miskolci vitorlázók. A Balaton keleti medencéjében szombaton rendezték meg a fehér szalag vitorlás versenyt, ahol a hagyományos egytestű hajók mellett a jövő heti kék szalag győzelemre legesélyesebb high-tech katamaránok is rajthoz állhattak Balatonfüreden. A Deboti Racing fedélzetén most először tapasztalt miskolci vitorlázókkal. Kiszélre optimalizált hajó, ami erőszeres körülmények között is nagyon kezes. A hajónak a hajó 35 láb hosszú, az árbóc közel 20 méter magas, összvitorla felület, ugye a legnagyobb hátszélvitorlánk a genekar 130 négyzetméter, meg egy kicsi, a nagyvitorla 80 négyzetméter körül van. Tehát ezekből a léptékekből látható, hogy nagy vitorla felülettel rendelkezünk. A 25 osztályban induló 1418 versenyzőt a rajt után egy 5 csomós, gyengébb szél fogadta, majd a frissülő északi szélben nekiindult a mezőny a verseny első szakaszának. A miskolci csapat taktikai hibát vétett a rajt után, így a kenesei első bója fordulónál még csak a 64. helyen álltak. A hajótípusnak kimondottan kedvező szélviszonyoknak és a verseny közben csiszolódott vitorlás technikájuknak köszönhetően nagy vágtába kezdtek a magyar tenger hullámain. A vitorlás sebességét jól mutatja a kísérő motorosból készült felvétel, az egytestre kiemelkedő hajó olykor 30-35 km/órás sebességet is elért. A siófoki bójánál már a 19. helyre küzdötték fel magukat. A fehér szalag teljes távját 4 óra 12 perc alatt teljesítették, ami a 14. helyet jelentette a miskolci csapatnak a balatonfüredi célnál. A mai túrról érkező versenyzők, azt gondolom, hogy nem csak én, de többen eljutottunk ma már arra tapasztalati szintre, hogy aki vesz egy nagyon nagy levegőt, és megálmodik egy ilyen csapatot, és óriási energiákat fektet bele, az egy ilyen szép hajón versenyezhet. Ez nekünk sikerült elsőként, nagyon büszkék vagyunk rá, és természetesen sok edzés munkával azon vagyunk, hogy minél sikeresebbek legyünk. A miskolci vitorlázók a héten ismét bizonyíthatnak, hiszen csütörtökön rajtol Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenye, a kék szalag. 10. alkalommal szervezték meg a nemzetiségek horgász versenyét a Csorbatónál. A találkozót 6 nemzetiség részvételével tartották meg szombaton délelőtt. Az eseményt a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szervezte, idén a roma, az ukrán és a görög nemzetiségi önkormányzat nem képviseltette magát a találkozón. A rendezvény fő támogatója egy helyi vállalkozó volt, akinek köszönhetően vaddisznóhús került a bográcsba. A főzést minden évben más nemzetiség vállalja magára, idén a ruszin önkormányzaton volt a sor. A fő apropót idén is a horgászverseny szolgáltatta, 5 nemzetiség állított csapatot, de a halak étvágya a meleg miatt nem volt túl nagy. Az első helyet a ruszinok vitték el nagyjából 2 kilónyi összfogással. A verseny legnagyobb halát az egyébként második helyen záró bolgárok terelték szákba. Ez egy 75 dekás kárász volt. Augusztus 25-ig látogatható a hangszín kiállítás a Miskolci Galériában. A Hangszínhely Fesztiválhoz kapcsolódó tárlat azt mutatja be, milyen módokon kapcsolódhat a vizuális művészet és a hangok a zenevilága. A kiállításban most is megjelenik a festészet, a szobrászat, az installáció, van kollázs, dioráma, interaktív, játékos installáció, hangadószobrok és ékszerek. Játékos installáció a kiállításon, amelyben a látogató is részt vehet. Különböző hangokkal, tapssal, füttyel alakíthatja a fény- és hanghatásokat. Ékszerek és hajdíszek, amelyek hangszerként is funkcionálnak. A hangszín kiállítás megmutatja azt, hogyan kapcsolódhat össze a zene és a vizuális alkotás. Itt olyan képzőművészeti alkotások jelennek meg, melyek direkt a zenével együtt készülnek, és itt most el kell mondanom, hogy a zene nem feltétlenül dallamos zenét jelent, hanem különböző zörejeket, ne együttesek, akár klasszikus, akár könnyű zenére, könnyű zenei
együttesekre gondolnak, hanem itt különböző zörejek, hangok jelennek meg. Nem alapvető a ritmus és a dallam ezekben, hanem inkább az, hogy a színek, a kép és a képek, főleg videók jelennek meg, tehát mozgóképek jelennek meg. Akár egy hangtálba is beülhetünk, vagy megszólaltathatunk különleges hangszereket. A kiállításra az ország minden részéből és a határon túlról is érkeztek alkotások. Köztük egy olyan videóinstalláció is, amelyet egy nemzetközileg is elismert magyar művész készített. Ebben a kiállításban Gyenes Zsolt is szerepelő Pécsen tanít, de ő ebnek a képzőművészeti videó, kép, film, zene összekapcsolása és együtt dolgozása, képzőművészet nem filmszerű, nem mozifilmszerű megfogalmazásában, ő egy világhírű képviselője, és ez évben jelent meg pont erről egy könyv, aminek itt a fesztivál kapcsán volt egy bemutatója is. Úgyhogy azt lehet mondani, akit ez a videó a képzőművészet oldaláról érdekel, az mindenképpen nézze meg ezt a kiállítást, mert sokat tanulhat belőle, sokat meríthet belőle. A művészetkedvelő közönséget idén 3 napon keresztül várta a Hangszínhely Fesztivál június elején. A szervezők ezúttal is több helyszínen különböző képzőművészeti ágakat és zenei stílusokat sorakoztattak fel. Kiállításokat, koncerteket, gasztronómiai programokat is rendeztek. Kedden is vigyázzanak magukra a kánikulában. Hogy hány fokig szökhet fel a hőmérséklet, hamarosan megtudhatják az időjárás jelentésből. A híradó után kezdődik az egészségpercek, magazinunkban az idei Semmelweis díjassal láthatnak hosszabb beszélgetést. Riportjainkat a minap.hu megtalálják, híradóval legközelebb kedden este 18 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!